Csábító illatok kavarogtak a meleg nyári szélben vasárnap Péter Pál napján a Veres Péter szakképzőiskola udvarán, ahol a megyei kereskedelmi és iparkamara kézműipari tagozata 12. alkalommal hívta életre az Euró Regionális Kenyérfesztivált és kézműves találkozót. A rendezvény minden esztendőben fejlődik, hiszen idén a hangtechnika és a rendezvény sátor is a minőséget képviselte, csak úgy, mint a győri és megyei kiállítók termékei. A vállalkozásoknak szeretnénk azt üzenni ezzel, hogy fontos a minőség. A minőséget itt megmérjük a zsűrivel, tehát egy objektív értékítélettel, de megmérik a látogatók azzal, hogy hol kóstolnak a legtöbbet, hol lesz a legüresebb, legelszer a stand, tehát hol vásárolnak a legtöbbet. Ez nagyon fontos, tehát az állandó versengés, az állandó jobbra törekvés, egyáltalán a minőség, mint kategória. A másik pedig azt gondolom, hogy rohanó világot élünk, kell ünnepeket alapítani, vagy egyáltalán kitalálni. A fesztiválnak az önfelett perceken túl tétje is volt, hiszen három kategóriában értékelt a szakmai zsűri, így a kenyér kategóriában a falatnyi pékség, péksütemény kategóriában a lővér sütő ZRT, díszmunka kategóriában pedig a Pedro pékség bizonyult a legjobbnak. A pékszakma ünnepe arra is kiváló lehetőséget biztosított, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét is felhívja a szakma szépségeire. Egy ilyen kiváló alkalom arra is lehetőséget ad, hogy ugye azért a pékszakma nem annyira népszerű sajnos manapság Magyarországon, de ez azt gondolom, hogy ha bármelyik nevek nélkül említve, bármelyik győri kiváló pékségnek a termékeit, meg a hírnevét, az elismertségét ma megnézzük, akkor azt hiszem, hogy méltán szólíthatja arra a fiatalokat, hogy igen, pékként nem csak azért, mert mindig meg lesz a kenyere, hanem azért, mert a saját maga és a családja számára is egy folyamatos, biztos jövőt tud biztosítani. A rendezvényen Simó Róbert Balázs alpolgármester elmondta, örül, hogy egyre több a tudatos vásárló, akik a magasabb minőségű sütőipari termékeket részesítik előnybe. Egyre többen vannak tudatos vásárlók, akik a termékek közül, a péksütemények közül a legkiválóbb minőségűt választják, vagy talán mondhatom úgy, hogy választjuk. Kimondottan ezeket keressük, amelyeknek az összetevői abszolút megfelelnek a mai normáknak, és ezért hajlandóak vagyunk többet is áldozni. És ez azt jelenti, hogy a tudatos vásárlás egyre inkább elterjedt, és ehhez járulnak hozzá az itt kiállító pékek, illetve kézművesek ezen kitűnő termékekkel. Az alpolgármester hozzátette, ő is és családja is évek óta magos és teljes kiörlésű péksüteményeket és kenyereket keresik. A rendezvényen a Magyar Pékszövetség adta a szakmaiság egyik alap pillérét, akik kóstoltak, figyeltek és értékeltek. A szövetség főtitkára elmondta, hogy bár a sütőipari termékek fogyasztása csökkent, a minőségi termékeket egyre többen keresik, aminek az idei időjárás is kedvez. A készletek elégséges alapot biztosítanak arra, hogy magyarországi felhasználás megfelelő színvonalon biztosítható legyen. Úgy tűnik, hogy ez az időjárás, ugye, ami volt itt egy kis aszály, ez nagyon segített abba, hogy a buzának jó beltartalmi értékei legyenek. Bízunk benne, hogy ezek realizálódnak is, és így akkor a termésmennyiség is megfelelő, és a minőség is megfelelő lesz, amiből aztán jó kenyér készülhet. A minőségi termékek mellett művészeti programokkal is szórakoztatták a nagy érdeműt, aminek csúcspontja Cserpes Laura fellépése volt.